A fidesz KDMP országjáró esemény sorozatának keretében Rákos mentén is lakossági fórumot tartottak a május 26-án esedékes európai parlamenti választás jelentőségéről. Dunai Mónika Rákos országgyűlési képviselőjének meghívására Kontrát Károly látogatott el a 17. kerületbe. Április 29-én a Vigyázó Sándor művelődési házban a belügyminisztérium parlamenti államtitkára előadása keretében kitért többek között a választás Jelentőségére is, amely az, hogy megőrizzük-e keresztény értékeinket és hitünket, vagy Európa bevándorló kontinensé válik. Április 29-én vette kezdetét a Fidesz-KDNP sorozata, amelynek keretében a kormányzó párt országszerte számos helyszínen hívja fel a választópolgárok figyelmét a május 26-án esedékes európai parlamenti választások tétjére és jelentőségére. Dunai Mónika Rákos Mente országgyűlési képviselője az eseményen elmondott köszöntőjében arról beszélt, hogy sorsdöntő választás előtt állunk, hiszen ezen a napon minden állampolgár kinyilváníthatja a véleményét arról, hogyan, hol és milyen körülmények között szeretne élni itt, Európa szívében. Azért jöttünk ma ide, hogy a legfontosabb kérdéseket sorra vegyük és nem csak a kérdéseket sorolgatjuk, hanem azokra megtaláljuk közösen a választ is. Hiszen mi akik itt vagyunk, valószínűleg azért jöttünk el, mert határozott elképzelésünk van a jövőnkről. De nagyon fontos, hogy mindenki, Rákos mentén, mindenki a választókerületben, mindenki az egész Budapesten és az egész országban, sőt Európában átgondolja a valódi kérdéseket. Rákos országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a választás nem csak a gyermekek és az unokák sorsát befolyásolja, hanem saját életünket és közeljövőnket is egyaránt. Dunai Mónika hangsúlyozta, a magyar nemzet összetartó, mert ha egy országban több egyére választanak meg egy kormányt kétharmados többséggel, az a nép gondolkodik. Én szeretném, ha mindenki érezné magában azt az erőt, egyesével, mindenki, hogy igen, tehetek valamit, én is. Nem csak a politikusok, nem csak az első másodvonalban lévő politikusaink, nem csak a helyi politikusaink, hanem minden egyes ember. A Rákos mentén megtartott lakossági fórum meghívott vendége Kontrát Károly miniszterhelyettes, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt. A politikus elmondta, a választások során nem az a kérdés, hogy a konzervatív vagy a szocialista képviselőkből jut be több az európai parlamentbe hanem az a kérdés, hogy bevándorlás ellenes vagy bevándorlás párti vezetői lesznek az Európai Uniónak. Úgy gondolom, hogy az a feladat, vagy arról is szavazunk május végén, hogy Európát meg tudjuk-e őrizni olyannak, amilyennek megismertük, meg tudjuk-e védeni a keresztény kultúránkat, hitünket, vagy pedig át kell adni a helyünket egy más népességnek, más civilizációnak. A fidesz kdmp nek konkrét programja van a bevándorlás megállítására, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök 7 pontban fogalmazott meg. A parlamenti államtitkár ezzel kapcsolatban rávilágított, hogy Magyarország miniszterelnöke a migrációs válság kirobbanása óta ugyanazt az álláspontot képviseli meg kell védeni a határokat, papírok nélkül, engedély nélkül, okmányok nélkül senki ne léphesse, léphessen be az Európai Unióba, hogy csak a határát kellő helyeken lehessen bejönni, hogy csak a, a, a határ helyek nyitva tartási időjébe lehessen bejönni, ne hozzuk ide a bajt, hanem a segítséget vigyük oda, és a, a, nemzeti kormányokra kell bízni a határvédelmet, a migráció kezelését, mert a brüsszeli bürokraták ebből, ebből a nagy feladatban megbuktak, nem tudták megvédeni Európát minden áron be akarták engedni a migránsokat Európai Unió területére. Kontrát Károly előadása végén arra kérte a választópolgárokat, május 26-án szavazatukkal a Fidesz-KDMP listáját támogassák, annak érdekében, hogy a kormány a jövőben is eredményesen tudjon harcolni azokkal a törekvésekkel szemben, amelyek Magyarországot bevándorló országra akarják tenni.